Üdv mindenkinek! Folytassuk a Hearthstone-t, ugye a múltkor eddig egy-egyre állunk az arénában, és négyes az a kártyámban, kurvára nincs egy darabunk se. Nullásból sincs, 7-esből és nagyobbból is alig van, de... A dupla Bloodlust megmentett minket az előbb, hogyha nem megmentette, nem álltunk rosszul egyáltalán, de lehetővé tette, hogy nyerjünk. Reméljük, hogy most is valami hasonló fog történni. Vagy hát a lényeg az, hogy nyerjünk, mindegy, hogy hogy. Hát, hogy találjunk ellenfelet. És találtuk ellenfelet. Nagyszerű. És ő is sáva. Úgyhogy vigyázzunk a dupla Bloodlust-tal. Oké, se az ötös kártya nem érdekel, a hármas maradhat. Hungry Crab az igazából kimert az első körbe, tehát hogy... Murlockjaink úgyse lesznek nagyon, neki talán lehet, hogy lesz. Lássuk, hogy mi következik a közeljövőben. Második körbe totemit fogok kijátszani, ha csak nem húzunk valami jó lapot. Faszakodjunk dolgokkal a pálya szélén. Hát nem nagyszerű. Ez szerintem nagyszerű. Szerintem csodálatos. Amíg ő itt gondolkodik a nagy semmin. Na ezt nem fogjuk tudni kijátszani a következő körbe, úgyhogy totem. Még pedig egy gyógyító totem, aminek most olyan nagy használat nem veszünk. Szerintem később se fogjuk, mert ugye ki lesz nyírva, de meglátjuk. Van és Sanda gyanúm, hogy ő is egy totemet fog kijátszani. Ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy ez várható. Tényleg sámánok vagyunk is egyfelénk tank totemet se sikerült összeszedni, az ugye plusz két sebzést ad minden mellette lévő izének. Az nagyon kell, még opciós volt rá szereznek olyanokat, az egy nagyon hasznos tudsz. De úgy látom, ilyen most. Érdeme, valami hármasat fog kijátszani. Hatik benne kéne. Kettő hármasok, tanta. Ezek jók. Azt kell mondjam, ezek jó cuccok. Viszont a következő körben nem fog tudni mit kijátszani. Ettől még ezek jó cuccok. Don't mess with Tusker. Ezt én szerintem beáldozom az egyikbe, nem nincs értelme. Na jó, hát azokat én ebben a körben nem tudom kinyírni, és később is igazából problémás lesz. Viszont most csak egy manája van, ugye kettes overload-dal járt ez a kártya, úgyhogy... Most ő nem tud nagyon mit csinálni. Matija itt támad. Na igen, megszabadult a két olcsó lényemtől. Megint overloados kártyát játszik. Windfury ugye azt jelenti, hogy kétszer támadhat egy körbe. Ennél jó, amit kijátszanom itt oda szívás. És ezt a Windfury szart nem is tudom megtámadni, mert ugye dupla taunt fal mögött van. Nem szeretném arra elbaszni a hexet, az nagy nagy pazarlás lenne. Nyomjuk ki ezt, hát a tauntot kapunk. Azt kaptuk. Nagyszerű. Ez meg egy kicsit gyógyult. Úgyhogy bármelyikkel írja ki ezt, a másikat lecserélem erre, ha csak nem rak le valamit. Na ezt a lapot hiányoltam én nagyon az én saját paklimból. De ez ezzel kétszer támadott, úgyhogy igen, ha okosan játszik, egyszer megtámad engem, egyszer lecseréli ezt. Vagy éppenséggel kétszer támad meg engem, sajnos az is egy tökéletesen érthető opció, és így már kicsit bánom, hogy nem használtam erre a békát, jó isten. Hagyjad már abba a ügyességedet. Na. Taunt és nem tudom kinyírni. Jó, akkor ezt békásítom. Még egyszer ezt nem játsszál. Az egy béka is kettőt fog sebezni a hülye totem miatt. Ezzel meg se tudom most ölni. Ez eddig katasztrófa. Hát ezt becserélem, hát ugye a békára, de gyakorlatilag nem a békára. Hát ez eddig nem az igazi.
Elég. Ugye, ez egy alapjában a követ, én nagyon szerettem volna, és hogyha fel se kínálta nekem meg a játék, ez a Flametongue Totem hiánya különösen fáj. Nem tudom elmondani, hogy mennyire. Nagyon. Nagyon-nagyon fáj. Feel the power of the winds. Wind Fury, nehehe, mahahaha. Azt hiszem én itt nagyon keményen leszek pusztító emberek. Nagyon csúnyám. Wind Fury-vel konkrétan 13-at tudna rajtam momentán sebezni, úgyhogy kell majdnem meg is tud ölni. Itt a laptop megszabadul, akkor meg is tud konkrétan. Helyében lennék, ezzel kigyírnám ezt, és ezzel kétszer megtámadnám magamat. És akkor még csak ki se játszotta egy kártyáját se. De igen, ezt csinálja. És ezt még mindig nem tudom kigyírni, és 8-at se lesz rajtam körönként, és meggyógyítani se tudom magam. Van egy tamtom, de hát... Squire, attend me! Ready, sir. Segítség. Egy. Kettő. Jó Isten. Miért tudnék mind fűrésíteni, de mit? Mert a túlélésem lenne a lényeg. Tud most itt 8, 14, 16, 17-et sebezni. Még a tant sem ment meg. Abból a szempontból megment, hogy valamelyik itt meghal. De hát kétkedő körbe kijátszik velem, abban simán belehalhatok. Ezt muszáj kijátszani. Erre nem érdemes elbaszni Wind Fury-t, mert így is úgyis meghal, ha én ezt megtámadnám. Hát totem akkor basszus. Ezzel nem értem semmit. Nagy valószínűséggel ez a kör lesz az én végem. Nem csúnyán lelettem itt dózerolva. Visszasírom az első aréna körömet. Igen, ez becseréli. És így is megöl. Így is simán megöl a dupla Wind Fury-vel. Azt nem tudom, én nem vettem észre, mert nem tudtam csinálni. Na igen, ez. Ez egy dózerolás volt, kérem szépen. Eséllyel nem volt. És ha másból nem, ebből látszol, hogy mennyire jobb Sámán paklit ki lehet ebből hozni, és hogy milyen jó kis lapok voltak, amiket még csak fel se kínált nekem a játék. Úgyhogy akkor ugorjunk bele, hát valószínűleg az újabb vereségben legyünk őszinték, mert három játék után így az a vélem, hogy a pakli egy kalap fos, tehát hogy nem elég, hogy semmi jó sámán lap nincs benne, viszont legalább tauntok se. Nem egy kellemes szituáció azon, de itt találom magam. Eddig. Ez ugyanaz az ember? Nem néztem meg a nevét. Ha ugyanaz az ember, akkor veszem megint ki fog írtani. Na ebből az 5-4 drága labból egyiket sem szeretném a játék elején magamnál tudni. Na ez ebből a szempontból jobb. Érmével tudnék ezzel egyből a hármat sebezni. Greetings, friend. Greetings, friend. Csináljuk meg, igazából csak nem megcsináljuk. De van az, hogy ez a él baromállal. Miért gondolta, hogy ennek a szarnak van charge-a? Én hülye. Én marha. Én tökkel ütött idióta. Azt gondoltam, ez tud egyből támadni, de nem tud, úgyhogy hiába adtam volna rá plusz sebzést. Én barom. De mit gondoltam? Tiltsuk ki neked tököket azért, hogy kevésbé érezzem magam emiatt rosszul. Na, annak van charge-a, nekünk nincs. Aki mind a két lapjára mondja a zsolgy évként. Ez egy overload-dal jár, de most meg tudjuk már csinálni.
Igazából nincs értelme. Lehet, hogy overload-ra meg tudjuk szabadítani itt a különböző lapjaitól. Ugye a mi életerünket csökkenti egyébként, de ha megakadályoz, hogy ideje korán board kontrollja legyen, akkor az hasznos. Nem volt különösebben well played, ez egyáltalán nem volt well played. Egy kártyát? Elbaszott egy 1-1-es mocsokra egy fagyasztót, viszont? Hát én ezt nem csináltam volna. Életerünk nagy ürendet, hogy? Ugye most csak két manánk van a három helyett, ami lenne, úgyhogy rendben csak két totemet. Tauntos. Megéri azt, hogy ezt kiszedjem? Lehet, hogy nem, de megcsinálom. Következő kb. 4 manánk lesz, nem tudom, mit fogok csinálni még. Kéne valami jó lap, tehát ez a Farsight ugye nem biztos, tehát az Lutri, mert hogyha most kiadok egy 8-ba kerülő lapot, hiába kerül 3-mal kevesebben, nem tudom kijátszani. Biztosan Abusive Sergeant-tal azt kiszedni. Na, ha nem basztam volna az érményt, ezt most kijátszhatnám, de elbasztam az érményt. De akkor azt csak, hogy totem. Ezzel ezt kinyírjuk, a fegyverem meg megtartom, hogyha esetleg még valamire fel tudom használni, hogy ő lepakol. Következő körben kiteszik a Abomination-t, azzal igazából én szívok, ha kinyírja, de valamit ki kéne már rakni, tehát most ezt a három kis mocsokkal ebből kettő totem, mit akarok? Több a kártyám, mint neki, az egy dolog. Na, csak egy totem, akkor annyira jó, nem állhat. Ez egyből meghal, hogyha nem csinál semmi mást. Hatod sered, és még több overload. De baj, hogy ez egy elég is lehet, mint Bloodlust. Mire jó a Bloodlust most nekem? Nem sokra. 9, 10, 12. Az még messze nem elég, hogy kinyírja. De tartsuk észre az opciót. Bloodlust kártya megint megmenthet minket. Abomination-t ki tudja nyírni egyből? Nem hiszem. Abomination-nél következik, hogy 4, 6, 7, meg 12. Az is csak 19. Nem tudjuk ilyen gyorsan kinyírni. De most mi mást játsszak ki? Mondjuk el egyen legyet, hogy a 21 lenne. De tartsuk észre, hogy bizonyos körülmények közt lehet most a 4-es manányi cuccatot kijátszni az overloadja miatt. Szóval, hogy tartsuk észre, hogyha itt most jól alakulnak a dolgok, és hogy húzunk egy, hát még nem is kell, hogy húzunk egy kreatúrát, tehát neki is van azért fegyveren, a keze kiszedheti a tantot, kiszedhet valami más, akkor ezennel vissza is vonom. Ez ilyen könnyű. Kiszedi az ingyen tantomat a fegyverével, nem lehet hülye. Azzal te most nem csináltál semmit. Kiszedem a tankját, 9, 10, 14, 16, az nem elég. De hogyha ezt ki tudja nyírni, akkor eléggé elszáll minden a taklimból. Vagy ami ott nekem kín van most. Jó, rakjuk ki a sárhely tigrist. Ezzel már meg tudnám ölni. Ha minden így maradna itt kín. Nagy valószínűséggel nem fog, tehát a fegyverével kinyírja az Abomination-t, azzal meg legyalul mindent, amin van. Így nem hülyeség arra használni a fegyvert egyébként, ha belegondolsz. Jó, ja, totem. Igen, és ezzel én magamat szopatom meg. Mindennyian különböző mértékbe szívtunk ezzel. Egálba vagyunk életerő tekintetében. Ő fegyver egyet tovább bírja. Ne feledjük, van Bloodlust. Bloodlust Wind Fury vége van. 8, 2x8, az 16. Nagyszerű.
Nem volt különösebben fair talán, de... De nyertünk. Úgyhogy happy vagyok. Így viszont, hogy most ugye a halál küszöbén vagyok szerintem ezt az arénát most vagy végigjátszom, vagy hát nem tudom, ketté szedem, hogyha most nagyon sokat nyernék zsinórból, de van egy sandalja most akkor ezzel. Vagy az ezután egy ugyeóval, egy utáni meccsen ennek vége lesz. Egy egára kihozom ezzel a papírban, ami már elégedett lesz. A bloodlust-am életbe tart, tehát ahol nem volt használható bloodlust-om, szívtam, ahol volt, nyertem. De nagyon szar ez a pakli. Még kiállított össze én, tehát hogy nyilván ezt nem csináltam különösebben jól, ezt vállalom. Na, kapunk ellenfelet. Ha nem kapunk, lehet akkor itt most mégis befejezem a videót, de kapunk. Akkor ennyit erről. Nézzük, hogy 2-3 lesz-e, vagy még esetleg tudjuk-e folytatni. Még nincs sok deadly shotja, mint a csókának a streamen volt. A legelején nem szeretnék Bloodlust-ot, se a Farsight-ot. A Farsight videókkal nem is ér semmit, tehát ezt nem is használtam egyszer se. Sunfury Protector, ez egy tök jó lap, és eddig elő se került. Az akkor lesz jó, mert ki tudunk játszani mást. A legjobb ez a pakli. Egyből elhasználja az érméjét. Remélem nem egy steady shotra, mert akkor nagyon hülye. Nem, erre. Ezt kijátszhatnánk, de nem fogjuk, mert szörnyű pazarlás lenne. Nyírja. Megkapjuk a Farsight-ot, ám most nekünk nem ér nagyon semmit se. Lökjük ki a drága gólemet. Gólemet kinyírja, ne feledjük, akkor jön neki egy új kár. Jön neki egy, a helyére egy 2-1-es tud. Ami tök aranyos. Cuki stealth kártyája, most kap egy új lapot. De jó valakinek. És engem támad. Na, első dolgunk legyen megszabolni ettől, ha megtehetjük. Jön ez. Ezt még nem szeretném kijátszani, hogy nyomjunk egy totemet, egy healing totemet is elfogadni, de ez még jobb igazából. Tehát egy húzását ennek az eltávolítására kell elpazarolni, legyen az a húzás bármi. És ne feljük, ha ez kinyírja a kőn helyére egy 2-1-es valami más. És ha ez támad, akkor én ezzel baromi olcsón meg tudtam szabadulni. Momentán ugye nem lehet betámadni. Csinál-e valamit? A párduc. A rózsaszín párduc. Törö. 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 Ezt most abba is hagytam. Plusz egyet kap mindig, amikor kijátszik egy kártyát. És ki is tudod most játszani egy szart. És emlékük ki tudod játszani egy szart, de ezzel lesz ki is nyilvő. Kivelje a helyére más, de... Használja-e a tigrist? Használja a tigrist, ki tudom nyírni. Ha seggel a tigrisen, akkor nem fogom tudni kinyírni, és nem tudok ezzel semmit se kinyírni. Igen, ez volt az a helyes dolog, amit ő csinált most. Kirakhatnék egy nagy és csúnya tauntot, és szerintem ez nem is kérdés, hogy ezt fogom tenni. Következő kérdőkülünk a Silverhand Knight. A Silverhand Knight ugye két kártyát hoz ki, és mondjuk akkor a... Későbbiekben jöhet már a Sunfury. Enne plusz egy manám, még egy hetedik, akkor milyen jó lenne. A következő körben akkor inkább a Frost Elemental és utána a Silverhand Knight. Ezt becserélte, mondjuk ezt én is fogadom. Arra volt kirakva. Nincs elég tantom, én ezt mondom, már multishot, anyád. Itt erre négy manányi kártya, az a vagy az életerő, igencsak zuhan. Na ott egy nagy és csúnya taunt, amit kirakhatok. Ha van deadly shotja, nagyon szomorú leszek. És esze van neki, tehát ennyi őszintén. Lenne két olcsó szar, amit ki tudnék rakni, ráraknám a Sunfury Protector, de ez momentán nem opció. Ha nem rakok ki semmit, minimum 6-tal csökken az életerőm, talán többel. Mert én nem rakom ki a tauntot, ezt értsük semmilyen. De kirakhatnám ezt. Kirakom ezt következő körbe, kijöhet a Taunt és a Sunfury Protector. Próbáljuk meg. Ha becserélget rá, én azt is aláírom.
Félek egy deadly shottól nagyon, és nem akartam most ebből kirakni minden nagyot. Levisz 10-re, az mondjuk már problémás lesz, de akkor lehet 3 tankon. 5-5 faszom, és ki is tudja csinálni. És azt is ki tudja csinálni, ez nem igaz. Miért nem gondoltam, hogy a Questing Adventure az csak erősödni fog. Van már ilyen removalom? Valami board damage, bármi, a szar pakliba? Kétlem. Ezt nem gondoltam át egyáltalán, ezt simán lehetett volna látni, hogy ez lesz. Konkrétan békásítanom kell ezt az 5-1-es mocskot. És lőjük el a Farsight-ot, mert megtehetjük. Ez jó, de most nem játszom ki. Nem tudom, a következő körbe is csak ennyit bekerülne majd, én remélem. Ezt most nem játszom ki, mert ezt nem kapnék be a kártyát. Na ez lejön minimum 9 életre, potenciálisan 7-re, potenciálisan 0-ra. D4-es taunt. Na és vége van. Ez a kurva kártya kiír. A charge. Na kérem, hát ez volt egy nem túl jól sikerült aréna. Nem túl jól sikerült pakliba. De hát elején sejtettem, hogy ennek nem lesz túl jó vége. Ilyenkor ez egyetlen, ami jól sikerült, azt nem vettem fel. Na mindegy, hát ez volt ez. Nem egy élmény, egy sámán pakliból, vagy egy ilyennel. Nagyon, vagy Bloodlust, vagy semmi ott ez a pakli. Kétszer bejött a Bloodlust, úgyhogy kaptunk egy kalap kártyát. 30 aranyat, úgyhogy egy lépésre elé talán közelebb vagyunk a következő arénához, ami később lesz. És nézzük meg, milyen kártyákat vágtak hozzá. Egy Hunter kártya. A Jungle Panther az végül is nem rossz. Oké. És egy loot hordó. Ez semmi különös. A múltkoriból kaptam el a sárkányt, ha valaki emlékszik arra a sárkám körött 3-ra nyertem, úgyhogy megéri mindenképp arénázgatni. Minden esetre innen folytatjuk legközelebb, reméljük, hogy egy kicsit több szerencsével, kicsit jobb paklival.